Minden reggel tumultus van a Tündérkert bölcsöde udvarán. Ezen a kis helyen kell a szülőknek parkolóhelyet találniuk, és állandó forgalmi akadályt jelentenek. Dombóvárváros úgy döntött, megoldják a problémát. Megnagyobbítanák ezt az egész teret, kívülebb kerülne a kapu, és itt egy nagyobb halszálkás parkoló lenne közvetlenül kialakítva, ugye, ami akkor a járművek befogadására szolgálna. Az egész útburkolat közvetlenül, ahogy jövünk be a bölcsödétől, ugye megújulna, lehet látni az aszfaltnak az állapotát, ami már azért felújításra, korszerűsítésre szorul. Ugye a járdaszakaszt is kiszélesítenénk, ugye ott történne meg az akadálymentes mosdóhoz való bejutása a főépületen keresztül a gazdasági bejáraton. A városi bölcsöde csoportfejlesztéséről már a tavalyi esztendőben született döntés a városi önkormányzatban. Ennek egyik hatósági feltétele volt a bejárat akadálymentesítése és egy mosdó kialakítása a hátránnyal élők számára. A város gazdaságilag elbírta volna a beruházást, meg is született az erre vonatkozó döntés, ám időközben megjelent egy pályázat. Ez megteremtette annak a feltételt, hogy egy picivel nagyobbat álmodjunk. Évtizedek óta fennálló probléma a bölcsődében való közlekedés kibehajtás, hiszen egy egysávos úton tehetik ezt meg reggel a szülők. Nap mint nap azért torlódás van a reggel és a kora délutáni órákban is. Ezen pályázat mentén szeretnénk ezt a közlekedési káoszt feloldani, szeretnénk parkolókat építeni, szeretnénk egy fordulópontot építeni. Nyilván az a bölcsöde udvarát is szeretnénk felújítani, térkövezéssel, illetve a pagodákhoz tartozó udvarok felújításával. Ennek a pályázatnak van egy sajátossága, 70%-ot költetünk infrastruktúrális beruházásra, 30%-ot pedig eszközfejlesztésre. Jelentősen javulna az udvari helyzet és az udvarnak is az állapota, ami nagyon fontos lenne itt a bölcsödében. Most pillanatnyilag elég kevés játékfejlesztő eszközünk van, és a beruházás ezt is érinteni, hogy minél színesebbet tudnak tenni a szabad játék tevékenységet. Aztán még a parkoló kialakításán kívül az egész útburkolatot felújítanák, korszerűsítenék, ami egészen a bölcsöde kapuját a játszóudvar területéig megoldottá válna. Az új csoporttal kapcsolatosan kialakításra kerülne egy teraszrész, ami szintén korszerűsíteni kell, annak a burkolatát, illetve egy teljesen elkülönített játszóudvar rész kell biztosítanunk az NM rendelet értelmében, amelyre a pályázat irányul. A bölcsöde nem véletlenül viseli a Tündérkert nevet, hiszen nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekek környezetudatosságát, a természethez való kötődését erősítsék. Ezért is volt fontos, hogy ezt a célt szolgálják azok a játékok, amelyek a pályázatból beszerzésre kerülnek. Bálint Nébende Klaudia intézményvezető azt mondja, a kormányzat családtámogatási rendszerének bevezetését követően érzékelhetően nőtt a gyereklétszám, így a fejlesztésre nagyon nagy szükség lesz. Az intézménynek nem csak a helyi, de a térségben lakó gyerekek befogadására is van lehetősége. Nagyon-nagyon sok eszközigényt szerettünk volna meg benyújtani a pályázatban, ugyan a pályázat azt is tartalmazza, ugye, hogy a bölcsődei jogszabály értelmében megfelelő eszközök, textíliák, játékok álljanak rendelkezésre, úgyhogy reméljük, hogy ezt is mind pótolni tudjuk, ami még eddig nem volt meg, illetve a munkakörülmények is javulnának, egy sokkal szebb, esztétikusabb, pedagógiai szempontból megfelelőbb bölcsődei létesítmény várná itt a jövőben érkező kis gyermekeket. A pályázatban elnyerhető összeg 100 millió forint. Ebből a felosztás alapján 70 millió jut majd az építkezésre. A város 6 millió forint saját erőt vállalt ebben a pályázatban.